Az Albitech Biotechnológiai Kft. Fiatal, dinamikusan fejlődő, 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás, mely 2007-ben alakult mikroalgákkal kapcsolatos K+F tevékenységek megvalósítására, gombák és baktériumok tenyésztése iparszerűen ma már megszokott a biotechnológiai iparban. Az algák termelékeny, nagy tömegű tenyésztési technológiájának kidolgozása azonban még várat magára. Az, hogy az algatenyészetek az élesztő gombákhoz hasonlóan nagy mennyiségű biomassa megtermelésére, vagy a baktériumokhoz hasonlóan magas sejtkoncentráció elérésére lehetnek képesek, óriási áttörést jelenthet a biotechnológiai iparban. Az algák széndioxid és napenergia, vagy mesterséges fényforrás segítségével képesek olyan eszenciális vitaminok és zsírsavak előállítására, amelyekre más élőlények nem képesek. Továbbá olajok előállítására, vagy tiszta megújuló energia előállítására, SCO, azaz Single Cell Oil szintézisére képesek. A technológiát tekintve az arszenikus algatörzsek szelektálását és fenntartását klasszikus mikrobiológiai módszerekkel végezzük. Nagy hangsúlyt fektetünk az ellenőrzött alga sejtvonalak megőrzésére és az ezekből készült tenyészetek zártrendszerű steril fotofermentációs előállítására. A kutatási eredmények első terméke az egysejt alga alapú AlgaFix fitostimulátor termésnövelő biopermetezőszer. A mezőgazdasági felhasználáshoz szükséges nagy tömegű gyártást több lépcsős léptéknöveléssel valósítjuk meg, amelynek első lépése a lombik méretű rázatott folyadék kultúra. Az új eljárásunk során a Scenedesmus Octosius Crus tenyésztését airlift típusú New Brunswick fotobioreaktorban levegőztetés és legalább 3000 lux erősségű megvilágítás mellett Azospirillium brasiliens mikroalga növekedés serkentő talajbaktériummal kofermentációs eljárást alkalmazva végezzük. Célunk egy új növénybiotechnológiai iparág meghonosítása és a mikrobiológiában már jól ismert screening alkalmazásával új bioaktív molekulákat termelő algatörzsek felfedezése. A kutatások szerint a gyártott balatoni izolátum Scenedesmus mikroalga tenyészetek növényi hormonokhoz hasonló hormonszerű hatást mutatnak. A mikroalgák sűrű szuszpenziója képes a növények növekedését serkenteni, magasságukat és levélfelületük nagyságát növelni, képes továbbá a gyengébb csírázó képességű magvak serkentésére, de akár a levelek klorofil tartalmának, sőt a termés keményítő olaj és fehérje tartalmának növelésére is. Fitohormonok, ezen belül citokinin és giberrelin hatású anyagok kimutatását hajtottuk végre Scenedesmus zöld mikroalga törzstenyészetekből. Ehhez folyadék-folyadék extrakciót követő bepárlás után végzett vékony réteg kromatográfiás és HPLC analízist, valamint bioteszteket alkalmaztunk. Eredményeink alapján az eotin ribozid extracellulárisan, míg a kinetin intra- és extracelluláris formában is megjelenik a tenyészetekben. Szabadalmi eljárásunk szerint meglepő módon elegendő hektáronként 2x1 liter teljes algatenyészet, algasejtek és tápleves kijuttatása, mivel az algasejt tenyészetek táplevesében a sejttömeghez hasonló koncentrációban halmozódnak fel citokinin típusú hormonok. Az Albitech Kft. 3 fő kutatási irányjal kezdett foglalkozni az elmúlt években. Az első kutatási irányunk a többszörösen terítetlen zsírsavakkal való kutatás, ahol próbáltunk olyan algatörzseket kutatni, keresni, amelyek az elkozapentaén és a dokozahexaén sav zsírsavak előállítására képesek. Második legfontosabb kutatásunk a ma is, és még az elmúlt években is nagyon népszerű biodízel előállítás. Ma már jól ismert, hogy számos algafaj képes sejtjeiben olyan olajakat felhalmozni, amelyek üzemanyagként hasznosíthatók. Az egyik ilyen nagyon fontos algafaj a Botryococcus, de más ilyen törzseket is ismerünk. Ezeknek a kutatásait próbáltuk összefogni itt Magyarországon. A harmadik kutatási programunk bizonyult a legsikeresebbnek, ahol a mezőgazdasági biotechnológiában használatos algatörzseket kerestünk és fejlesztettünk. Számos algatörzs képes növényi növekedésserkentő hormonokat előállítani, és ezek közül mi egy Scenedesmus törzset találtunk, amelyek nagymértékben képesek a növények fejlődését segíteni, citokinéneket képes előállítani, de az eszenciális aminosav tartalmával, zsírsav tartalmával is segíti a növényi levelek felületének növekedését, akár a virágzást is képesek serkenteni, és ezen keresztül természetesen a terméshozamokat képesek növelni.